Most az Európa-bajnokságon szerintem még annyira sosem izgultam verseny előtt, és szeretném, hogyha ezt le tudnám győzni a világjátékokon. A világjátékokat megelőzően így nyilatkozott Pignitzky Fanni, amikor a céljáról kérdeztük. Ezt többnyire meg is valósította az olimpikon Ergés. Az első nap szinte teljesen nem izgultam, teljesen úgy éreztem magam, mintha itt lennék edzésen, ugyanúgy, mintha ugyanezeket a falakat nézném, ugyanúgy csak a saját edzőimnek csinálnám. Így az jól is sikerült, a másik nap már kicsit jobban elkezdtem izgulni, így ott kicsit a gyakorlataim is bizonytalanabbak voltam, amikor bejöttek a rontások is. A higgadtság pedig nagyszerű eredményekkel is járt, hiszen karikával és labdával is egyaránt bronzérmet nyert. Nagyon örülök ennek a két bronzéremnek, mivel még nagy világversenyről sosem sikerült érmet szereznem, így tényleg még szinte felfoghatatlan számomra. Úgy gondolom, hogy ez nagyon motiváló a továbbiakban is. A ritmikus sportgimnasztikások közül egyedül Pignitzky Fanni mondhatja el magáról, hogy olimpián Tokióban és a nem ötkarikás sportágak multisport versenyén, az Egyesült Államok beli Birminghamben a világjátékokon is szerepelt. Szervezésben úgy éreztem, hogy az olimpiát egy kicsit jobban úgy megszervezték, hogy a japánok sokkal jobban beosztották az időt, vagy sokkal szervezettebb volt az egész verseny, de összességében a mostani versenyre sem lehet panaszkodni, mert minden rendben volt. A verseny hangulata igazából ugyanolyan volt, mert ugyanazokkal a versenyzőkkel voltunk együtt, ugyanazokkal melegítettünk a versenyen is. Abban a szempontból jobb volt a világjátékok, hogy lehettek nézők, így a szurkolóknak a segítsége is nagyon sokat tett hozzá. De összességében szerintem nagyon hasonló élmény volt. Most pihenés vár Pignitzky Fannira, de nem sokáig, hiszen szeptember 14-én kezdődik a szófiai világbajnokság.